Sziasztok! Ma folytatom a Total War Roma 2 Rise of the Republic kihívásos végigjátszásomat Rómával. És itt maradt abban, hogy a kaszinumnál megtámadtak a Somnite-ok. Nekem nagyon kevés egységem van. Az ellenség ugyebár létszámban nagyon erős, de... ugye nem ez az első olyan csata, ahol sokkal többen vannak, mint mi, és simán legyőzzük majd őket. Ugyanaz a tervem, mint az előző részben volt az egyik szamnita sereg ellen, ugye? Hogy hagyjam, hogy bemenjenek a városba, és akkor körbeveszem a várost, és úgy támadom le őket. Mert akkor, na mondjuk, nem is tudom, most van izé. Valójában most van lovasságom, egyből kitámadhatnák, lezúzom őket, az kész. Equites! Troops! At speed! Principes! Look to your brothers in arms, men. Enemy reinforcements approaching. Okay, ott jön az erősítés, de nem probléma. Advance at speed! Double time! Ready and waiting! Equites! Principes! Ja, persze, Itália is skirmishers, né? Oké, az ellenség bekerítve. Oké, az erősítés ugye az már több katonából áll. De támadunk. Ez a legjobb a római egységekben. Nagyon mozgékonyak. Melee cavalry ready. Spear infantry. At your command. Melee
general is dead. Oké, be is gyalultuk őket nagyjából. Mire visszaérkezik a lovasság, fel fogják adni a harcot. Equities! Hát... ja. Ahogy elképzeltem. Ez kb. Olyan volt. Tudtam, hogy csak lemészároljuk őket. Mivel az én egységeim nagyon tapasztaltak. Újoncokat küldtek nagyjából veterán sereg ellen. Hát ja, 245 katonát veszítettem, ők pedig 3892-t. Azért az... ja, egész jó arány. De valójában az ellenség csak 330, vagy 238-at ölt meg, szóval volt némi baráti tűz. Okay. Hát nem sok kedvem van lejátszani, de egy fene. Bár azt hiszem, hogy most fogok rendesen védekezni. Ahogy szoktam. Nem kellett volna automatikázni. Fene gondoltam volna, hogy akkora veszteség lesz. Meg fene gondoltam volna, hogy két kört kell majd várjak, mire leképzek egy egységet. Enemy reinforcements approaching. And the enemy will break and scatter. We will make them regret challenging the might of Rome. Ready for orders. De valójában még így is 60 vagy ugye már ezek a gyengébb csapatok 60-an vannak, vagy 66-an, 70-en. Ilyen Ensis principészek, szóval simán felveszik a harcot egy csapat itáliai kartforgatóval, szerintem. Még úgy is, hogy fele annyian vannak csak. Valójában, hogyha az AI nem látja az egységeimet, akkor csak simán bemegy a városba, nekem az a lényeg. Bemenjenek a városba, és akkor én be tudom keríteni őket. Oké. Okay. Oké, hadvezére meg is halt. Valójában az egész olyan... Mikor bemennek a városba, olyan, mint mikor betereled az állatokat a karámba. Beküldöm a mészárosokat. De ott van! Miért arra mentek, ha ott vannak? Spearmen at the ready.
Principes! Principes! Your orders! By your command! At speed! Commander! Commander! Principes! The enemy general is dead! Jupiter gives us strength! Principes! Spearmen at the ready! Valójában az előcsatározókat kell elintézzem. Oké, cipészek ide. Principészek. Ja, na, az itáliai kartforgató és az etruszkán könnyű lándzsás fogja felvenni a harcot a principésszel. Hát hogyne. Én is úgy gondolok. Hát valójában már megint be vannak teljesen kerítve. Ja.
our units has used all its ammunition. Cavalry! Adjátok már fel, ha végre. Már megint egy nagy mészárlás. Automatikázáson természetesen az ellenséges csapatok jók, de ha lejátszod a csatát, semmit nem érnek. Hihetetlen bakkeri, komolyan. Hát ja, mondjuk 92-ös melee defense, vagy 93 ugye, és 75-ös melee attack. Egyszerűen semmi esélye nincs az ellenségnek. Kemény 187 katonát veszítettem, a lejátszottam a csatát, automatikázáson pedig valami 80%-a meghalt volna. Ez az egész olyan, hogy ha beállítok ugyebár például, hogyha várost védek, egy utcába egy csapat Ensis Principészt, aminek van tapasztalata is, például ezüstgerendás, akkor az kb. Olyan, hogyha ezren támadják meg őket szemből, legyőzik az egészet. Mármint természetesen nem elit harcosokról beszélek, csak ugyebár így, ahogy az AI felépíti a seregeit. Mondjuk valójában építetne azért jobb seregeket. Oh, hello. Wine from Massalia. Oké. De mire jó? Mármint mit ad? Plus one wine for each region. All regions. De mire jó? Mit ad? És 20% wealth from maritime commerce. A kikötőkből ugye, ami bevétel származik. Szóval akkor valójában 120%-ot kapok, mert ugye most 4 körön keresztül Massalia miatt 20%, Carthago miatt pedig 100%, szóval 120%-kal több. Nem rossz. Hát igen, akkor mindenhol építkezni kéne. Az aranybányát azt nagyon kell fejleszteni. Ja, Rómában két körös képzés van. Azt hiszem, hogy el kéne foglalni Akragaszt. Az a baj, hogy... Jó, ez a sereg be sem ér oda. Ennek meg nincs éjszakai harcképessége. Annyira nem lényeges, hogy őszinte legyek. De van egy ötletem. Azt hiszik a görögök, hogy sokan vannak. Oké, szóval négy sereg, mi? Városi őrség, The Spear of Ares, Ennios Destroyers és The Dread of Deimos. Szóval azt hiszik, hogy kemények. Szóval azt hiszik, hogy lenyomnak minket. Csak mert kétszer annyian vannak például. Vagy háromszor annyian. Ugyan már. Sőt, a legjobb az egészben, hogy erőcsata lesz. Ó, micsoda mészárlás lesz itt, srácok, te jó ég. Mit leművelünk velük? Jézusom. Enemy reinforcements approaching. The very reason you are here. Now, teach these swine what happens to those who oppose Rome. Rome. ...116-os melee attack-ja van a Triárinak, 143-os melee defense, 121-es armor. Az armor elég gyenge amúgy. 121 az nem olyan sok.
van 12 csapat lovasom. Elit ekvidészek. Várjunk, 12 csapat lovas. Hány principész akkor? Egy seregben van 13-26 csapat principész. Ensis principész. Hát ja, valójában, hogyha tudtam volna, hogy az egységek ennyire OP-k, ezek a reformi katonák, akkor valójában már rég azzal, vagyis azzal kezdtem volna az egész végigjátszást, hogy egyből ráklikkelek a technológiára, ami a reformot adja, és addig nem változtatom, még meg nem kapom a reformot, az kész. Ja, valójában, hogyha Rise of the Republic-kal játszotok, szerintem érdemes, csak megállsz Róma területén, nem terjeszkedsz semmit, nem próbálsz terjeszkedni, csak kifejleszted a reformot, utána tudod azt, hogy a városi őrséget kb. Kétszer olyan erős. Lehet, hogy csak ugyanannyian vannak, ugyebár létszámban, de tudod, hogy kétszer olyan erős. Az kész. Hagyom, hogy az erősítés bemenjen a városba. Még vannak jó egységeik, van egy csomó hippius, hopliták, ugye? Hol vannak a hopliták? Valójában csak ott jön néhány elite hoplites. Hoplites elite. Ez megint olyan lesz, mint a izé, mint a... Mi az már? A... Mint az állatok úgymond egy kis helyen beszorítva, lemészároljuk őket. Körbeveszem a teljes erődöt, miután ezek bementek, és egyből, bum, támadás. Mi lesz itt? Itt néhány perc múlva, itt mindenki halott. Megvárom, még ezek bemennek. Még ezek az egységek azért még jók. Elit hopliták... Hopliták... Na, mondjuk a sima hoplita az nem ér semmit, de az elit hoplita szerintem az még okés. De nem az Ensis principész ellen. Szerintem az Ensis principészeim 1v1-ben az elit hoplitákat simán legyőznék. Na jó, meg is kezdem a csapatok átküldését ide. Ugye már három irányból lehet támadni, innen, innen és innen. Elkerülöm a tornyokat. Nem hiszem, hogy kitámadjanak. Szerintem csak akkor támadnának ki, hogyha lőném őket. Hát bár a izét felgyújtanám. A tornyokat. Yours to command! A meg persze az izét. A vezéremet nem kellett volna idehozni. Nem azért, de szerintem a valóságban ezek megadták volna már magukat. Én biztos vagyok benne, hogy feladták volna a harcot. Ha látják, ugye a valóságban ennyire bekerítesz a sereget, feladják inkább.
eredményt, nem is tudom. Szerintem nagyon kemény hadvezérnek kellett volna, hogy kellene legyen az, aki maradásra tudta volna bírni az egységeket. Na fáradjatok be, kérem szépen! Hol a... Ah, ott a... A hadvezérek vissza! Még véletlenül elveszítem őket. Ha, mire várunk, emberek? Elnézést a lagért, srácok, de ami itt van, az egy izé, az fogalmam nincs, mi akar lenni. Mondtam, hogy vissza a hadvezér. Ó, ez Principész, ez a hadvezér. Kikapcsolom a formációs támadást, mivel túlságosan tartják úgymond a pozíciót és nem támadnak eléggé. Ja, elnézést a lagért, de ez ilyen. Nagyon sokan vannak. De nem tart sokáig, még néhány perc. Csak éppen tudjak bejutni közéjük. A lovasság az ide meg a hadvezér. Elite hoplites. Valójában a hopliták faján néznek ki, de most le kell mészároljuk őket. Egyik egység ide. One of our units has used all its ammunition. Kikapcsoltam a formációs támadást, csak hogy az egységeim ne legyen a formációban, hanem minél jobban nyomuljanak előre. Szólozzanak úgymond egyedül, mindenki csak nyomuljon. Az elit hopliták azért még, hát fogjuk rá, hogy fel tudják tartani az egységeimet.
Olás! Ja, ez az egész, ez kivégzés. Jó lenne, meglőnék a hadvezérét amúgy. Meglőnénk a fő hadvezérét, akkor megtörnének az egységeik könnyebben. Oh, hello. Nézd, mert ezek visszajöttek harcolni, mi a fene? Jaj, a lag az elég durva. De be vannak teljesen kerítve. Fattyak csatája. Róma VS Szürakúza. Jézusom. Valójában a játék nem laggol, mármint így a kamera az rendesen mozog. Valójában csak maga az egységek laggolnak. Ami furcsa. Mármint stabil FPS-en van valójában, csak maga a játék nem képes kezelni ennyi egységet. Főleg nem így. Ha például rendes csatatér lenne, ugyebár is nem egy helyre lennének tömörülve, akkor úgy még talán jobban bírna a játék kezelni, de... Ja. Mi a fene van ezekkel itt? Hát bár ahogy hullanak az ellenséges csapatok, úgy... Mintha úgy venném észre, hogy stabilizálódna egy kicsit a játék. Egyre jobban szorítjuk össze az egészet, egyre jobban és jobban. Lőjetek! Ha közelharccal nem megy, akkor ledárdázzuk őket. Meg vagyok lepődve ezen a izén hadvezéri testőrön, ugye tábornoki testőr, elit hopliták, de nagyon kitartanak. Oké, még onnan is jön erősítés. A lovasságomat ráküldöm ezekre. Lovasság ide! Nézd már, ezek a hippiuszok még visszajönnek. Mi a fene? Elég bátran harcolnak a szürakúzaiak. Malai Horseman. Charge! Az enyémek rohamoztak, de ők nem. Hű, mi volt itt, te jó ég? Na ja, szerintem a valóságban, ha egy római sereg így körbevett volna egy erődöt,
megadták volna magukat a védők. Szerintem feladták volna a harcot egyből. Látták volna azt, hogy ebből nem másznak ki élve. Nem biztos, hogy feladták volna, szerintem nagyban számított volna az is, hogy kivezeti a sereget. De ha nem egy megfelelő hadvezér vezette volna, akkor szerintem feladták volna. Horse Skirmishers. Ez a sok előcsatározóval van probléma. Oké, lovasság, vissza! Itt még nagyon sokan jönnek. Vissza, vissza, vissza! Nem szeretnék elveszíteni lovasságot teljesen. Vagy hozzam ide a másik hat csapatot. Vigyázz, Vanja! Charge! Enébe! Be vannak kerítve. Jézusom! Honnan a fenéből jöttök ti egy pennyien? Valójában jó, hogy a Triárinak például van előcsatározó képessége. Sons of Mars, ready! Commander! Melee infantry, ready!
days! Jupiter gives us strength. Equites! At your service. Sons of Mars! Yours to command. Ready and waiting. Equites! Riders! Orders! Advance! Yours to command. Come on! Ready! Principal! Ready and waiting! Brave Romans to a man! Principal! Szerintem néhány egységet, ha megtörök, akkor a, ezek itt fel is adják. Meg vagyok lepődve, hogy annak ellenére, hogy a seregnek ugye a nagy részét szétzúztuk. Nem akarják feladni. Igaz, görögök, nem olyan könnyű megtörni őket. Principes! At your service! One of our units has used all its ammunition. Units has used all its ammunition. Na, végre sikerült elkapni azokat a lovas előcsatározókat. Ott kezdenek megtörni. Ja. Szerintem nagyjából ennyi volt. Van ott egy egység, aki nem adta fel. Oké, Equitészek. Előre. Csapat Toxota Ilyász. Vagyis meg egy csapat Paritjás is. Oké. Hát azért némi veszteségem lett, de minimális, nagyon kevés. Ó, te jó ég, mi volt itt? Brutális. Lenne még elintézni ezeket amúgy. Van még valaki? Van még valaki? Már, most mi a fene baja van a játéknak? Oh, hello! Elite Hoplites! Hoplites Elite! Ugye, mint a izében, Róma 1-ben, a páncélozott görög hopliták. Nem azért, de
nektek annyi. One of our units has used all its ammunition. Ezért mind meg kell halniuk, mivel húzták az időt. Oké, nagyjából annyi. Hát azért elintézni 9240-et úgy, hogy mindössze 824 katonát veszítek, az elég jó arány szerintem. Nem azért, de szerintem ezt meg lehetett volna nyerni mindössze egy sereggel. Csak jóval nagyobb veszteséggel. Nem már ez a hadvezér túlélte. Mázlista. Meg ez is. Hát, igen, ez jó volt, ez jó volt. Hű, kemény három élelmem van, bakker. Ja, ez kemény volt. Syracuse-t nagyjából megszégyenítettem. Hihetetlen. Hány körig vagyunk még védve? 6, oké. Kéne ez a technológia. Akarok dokkokat építeni, hogy még több élelmet kapjak. Kevés az élelem. Úgy vagyok az egésszel, hogy elég, ha előre küldök egy hadvezért, néhány 4-5 lovast, vagy 4 lovas egységet, meg 10 principészt, azt lezúzzunk egy egész sereget. Vagy kettőt is akár. Enemy wounded. Sabotage. Itt a városőrség három csapat principész, két triáriáj, 4 velitész. Kizár dolog, hogy ezek győznek. Charge bónusz az jó lenne. És pont emiatt nagyon jó az éjszakai harc képesség, ugye? Egyesével lehet elintézni az ellenséges seregeket. Oké, extra fejlesztés az mindig jól jön, nem ismertem meg új népet. Szicíliának fele nagyjából a miénk. Várjunk el a Szicílián. Hát lehetne fölvenni ilyen szillerájói hoplitákat. Ezek valójában a veterán hopliták. Vagy zsoldos kártágói egyelőre.
ha ez meg lesz, a Shieldmaker, ugye pajzsokat tudunk majd fejleszteni. Szóval nem csak hármas szintű fegyverek lesznek, hanem hármas szintű pajzsok is lesznek, és páncél ugye. Egy szóval nagyjából a megállíthatatlan Ensis principészeim kapnak még egy rangot, úgymond. Még megállíthatatlanabbak lesznek. Na jól van. Azt hiszem, hogy körváltás. Itt Rómában lázadás lesz. Még ellenállhatatlanabbak lesznek az Ensis principészek. Az ellenség szó szerint nem fog tudni ellenállni nekik. Ám bár azt hiszem, hogy lassan zárom a videót. Many good men have died. Ja, és még több fog. Oké, tudom, Triumph. Construct the following building, cirkusz. Oké. Kell cirkuszt építeni a népnek. Idehoztak egy sereget. Jó vicc. Na jó, ám bár azt hiszem, hogy zárom a videót. Ja, köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!